programról Szegedi Dezsőné, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének elnöke tájékoztatott minket. A borversenyt most már harmadik esetben Szekszárdon tartjuk, és olyan hírrel is vagyok, hogy ezt mindörökké megnyertük, ezt a lehetőséget, úgyhogy minden évben Szekszárd kapta a rendezés jogát, mert ez egy szövetségi program, és Szekszárd kapta a rendezés jogát, úgyhogy örülünk is neki, mert élünk azzal a lehetőséggel, hogy így hírt növeljük a Szekszárd város és a borvidék hírnevét is. Remélem, hogy jó sikerül, legalábbis a mostani borversenyünk, ez a 13. Én úgy gondolom, hogy ez elég jól sikerült. Nem lett annyi bormintánk, mint a tavaly, de a borok jók, a bírók jó véleménnyel voltak a folyamatnak a lefolytatásában, hogy jól hoztuk össze a programjainkat. Kértünk 5 diákot, illetve 5 diákot kaptunk, a Hunyadi Mátyás vendéglátó szakközépiskola diákjait kaptuk kisegítésként, ilyen önkéntes diákmunkát tudtunk alkalmazni, és ők, mint vendéglátós tanulók, a borbírákat szolgálták ki, a sajtót, a kiflit, ami kellett, és kiöntötték a borokat, úgyhogy nagyon ügyesen közreműködtek és segítettek nekünk. És ez is egy jó pont volt részünkről, hogy tudtuk a gyerekeket is megmozdítani. Tehát 2 hét kemény munkája van a mostani rendezvényünkben. Eddig feszültségben voltunk, még tegnap este is nagy idegesség volt bennünk, de gondolom én a mai napon egy kicsit biztos lazítunk, mert bízom benne, hogy jó hangulattal fogunk befejezni a mai borversenyünket. Most nem hoztam a cédulámat, de van arany, ezüst és bor mintánk, vagy bor, mint díjazottunk. Ez most majd 5 órakor kezdődik a programunk, és akkor lesznek hirdetve a díjazottak. Tehát 5 órakor kezdünk, köszöntők lesznek elmondva, akkor lesz egy kis szereplésünk, szereplőink lesznek, a Maroknyi Székely Népdalkör, a saját egyesületünk népdalköre. Mindig büszkék vagyunk rá, azok fognak énekelni, ők kezdik a kulturális részét, és a szövetség részéről 3 táncos párunk jön, azok fognak még táncolni, és akkor van egy vendégkislányunk, ő a Pető Janka, aki nagy elánnal készült, és nagyon-nagyon szeretne nálunk fellépni, és így ezt a lehetőséget megadtuk neki, és fog énekelni. És akkor hát lesznek vendégeink, a Gréci Félegyházi Gyöngyvér a főbíró, a borversenyünk fővédnöke, az is el fog jönni, és Ferenc Vilmos, a bírálók főbírája, az fogja a díjakat átadni. Idén különleges díjakkal készültek a nyerteseknek. A Petőné Erzsikének volt a javaslata, ő mint egy, nekünk egy aranykincs az Erzsike, mert sokat tud segíteni a borversenynek a lefolytatásához, mert szakmabéli, és azzal a javaslattal jött, hogy ne adjuk ezt a szokásos kupákat, mert az már nagyon sok van, akik jó borászok, hanem inkább térjünk rá a kerámiára. És ez egy szekszárdi kerámik, azt hiszem, csatári kerámikus csinálta ezeket a kerámiákat. Ez is arany, és a díjazottak kapják csak. Ugyanúgy, mint a kupát kapnának, csak most kerámiát kapnak. És nagyon örülünk, hogy ilyen elegáns és ilyen színvonalas helyen tudtunk a rendezvényünket megtartani, de éjfélig kaptunk csak lehetőséget, pedig mi székelyek úgy azért jól tudunk mulatni. De hát szót fogadtunk, mert hát ha nem akarunk visszaélni, mert akkor hát a legközelebb nem engednek be bennünket, úgyhogy éjfélig hazamegyünk, úgyhogy éjfélig tart a programunk. Az eseményt színesítik a székely dallamok, a tánc és a népcsoportra jellemző szokások, mondta Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a borverseny fővédnöke. Nagyon örülök, hogy a székelyek ismét megrendezték 13. alkalommal ezt a borversenyt. Ebben az évben, illetve már az előző évben is országos szintre emelték ezt a megmérettetést. Nagyon fontos, hogy az ő értékeik továbbvitele, a hagyományőrzés és a közösségépítés tekintetében nagyon fontos és jelentős munkát végeznek.
úgyhogy ez az egyik legjelentősebb rendezvény, úgy gondolom a székelyek körében. Illetve a borászok körében is, mert egy olyan megmérettetésen vehetnek részt a boraikkal, ahol visszajelzést kapnak a borkészítésről, minősítik a borokat, mit kell javítani rajtuk, de már eleve az, hogy a borversenyre pályáznak, vagy hát küldik a mintáikat, ez már egyfajta nyeremény a részükről, hiszen vagy a fejlődés irányában, vagy pedig már az arany és az ezüst és bronz minősítés által visszajelzést kapnak. Illés Tibor köszönte meg a szekszárdi közösségnek, hogy felvállalták a szervezői szerepet. Ez is egy színfoltja a bukovinai kultúránknak, attól túlmenőleg, ugye, hogy Bukovinában, mint talán mondtam már, ugye hát az éghajlati viszonyok nem nagyon tették lehetővé azt, hogy bort termeljenek, de Márton Primor, Minevita szerzetes, elindította, és hát kezdeti jól indult végül is, hála jó Istennek, úgyhogy elég jó borokat csináltak. Ma féltek az osztályok, hogy nem fognak menni hozzájuk bort venni. De aztán sajnos az atya meghalt, és így az a sok vesző, amit akkor több tízezer szőlővesszőt vásárolt, így hiába maradt, mert nem indult el a termelés, nem indult el a szőlészet.